a péntekházas pár 9. tavaszi aranykert művésztelepén 7 festőművész és egy szobrász dolgozott egy hétig a kisteredi Édenpanzió környezetében, valamint az Ollétájedi Szent István parkban. Az alkotótábort Kis Márta képzőművész vezette. Az ömmel fiatal szlovákiai és magyarországi művészek közel 50 művet készítettek a telepen, amelyeket szabadtéri kiállításon ismerhetett meg a közönség. Ebből 16 Péntek István mintegy 300 darab fölötti magángyűjteményét gazdagította. Az őszi aranykert művésztelepet szeptember végén tartják meg. A Fortuna Liga felsőházi rájátszásának 8. fordulójában gólzáport hozott a Dacsered mérkőzés. A meccsen 7 gól született, a dunaszerdehelyiek számára azonban rossz elosztásban, hiszen az újon szerediek 9500 néző előtt 4-3 arányú győzelmet arattak a MOL arénában. A sárga-kékek részéről Vida Krisztófer, Davis és Birenki voltak eredményesek. A Dac elszenvedte idei második otthoni vereségét, túlzott búslakodásra azonban nem voltok, hiszen a második helyet és az európai kupa szereplést már semmi sem veszélyeztetheti. A dunaszerdai Fermil kutyatenyésztő klub második alkalommal rendezett körzeti német juhász kutya kiállítást nemzetközi részvétellel. A sikabonyi futballpályán összesen 87 ebb mutatkozott be. A rendező klubból 4, magyarországi és csehországi kutyatenyésztő klubokból 5-öt, a többi pedig Szlovákia más részéből érkezett. Volt köztük 5 ritkaságszámba menő hosszú szőrű német juhászkutya is. A pontozást egy neves németországi bíró végezte. 4 korkategóriában összesen 8 kategória győztest hirdettek ki. Dunaszerdahelyen is megvalósult a Ligás Klubok Uniójának Futball a városban elnevezésű projektjének megmozdulása. A programban street foci tornákat és más futball attrakciókat szerveznek a szurkolók számára. A MOL Aréna melletti parkolóban a gyerekfoci tornába 6 négytagú csapat kapcsolódott be, míg a felnőttek tornájának 4-3 tagú résztvevője volt. Közben a DAC 5 játékosa autogramot osztott az érdeklődőknek. Mindkét dunaszerdei tornagyőztes gárda bejutott a június 4-i pozsonyi országos döntőbe.